Jelenleg 1403 e-Magyarországban működik hazánkban, összesen több mint 2000 e-tanácsadóval. Az ő feladatuk, hogy segítsenek az idősebb korosztálynak az elektronikus ügyintézésben, felhívják a figyelmet az e-közigazgatási eszközök és lehetőségek használatára. Tanfolyamokat folyamatosan tartunk, illetve bármilyen tanáccsal fordulhatnak hozzánk. Most a legutóbbi például az Erzsébet program kapcsán tudnám megemlíteni azt, hogy nagyon sok nyugdíjas fordult hozzánk segítségért, hisz ezt az Erzsébet program keretében igényelhető üdülést például csak elektronikusan lehet már beadni, és ők pedig nem nagyon járatosak ezen a területen. Tehát például nálunk az e-Magyarország ponton több mint 120-130 pályázatot adtunk be, tehát ez folyamatos elfoglaltságot jelentett. Ugyanakkor képzéseket is tartunk, 30 órás alapszintű képzéseken vehetnek részt. Jellemzően a friss nyugdíjasok keresik fel az e-pontokat, de nem csak az ügyintézésre tanítják meg az idősebb korosztály képviselőit. Sokan azt is elsajátítják, hogy interneten keresztül hogyan tarthatják a kapcsolatot külföldön élő rokonaikkal. Nyíregyházán erre a központi könyvtárban van lehetőségük az érdeklődőknek. Könyvtárunk 2014. november óta megyei e-Magyarország.ként is üzemel, és kiemelten fontos ezek a pályázati lehetőségek intézményeink számára is, hiszen olyan pályázati lehetőségekről lesz szó, amivel infrastruktúránkat is bővíteni tudjuk, illetve könyvtárunk alapfeladata is a digitális írástudás növelése és terjesztése a régióban, a megyében, és az e-tanácsadó kollégáknak ebben a projektben kiemelt szerepük lehet, és ebben kapnak majd segítséget a centrumtól. A digitális kommunikáció fejlesztésére ebben az uniós ciklusban összesen 9 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre.